Gépzajtörn mellék és lezárt utca. A közlekedés nehézkes, de a felújítás nem várathat magára. Mondta még júliusban Bozsalik Robert polgármester a Garai utca felújítása kapcsán a munkák elkezdésekor. Most a Garai utcába egy csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése folyik, ami komplexen magába foglalja a házaknak a csapadék víz összegyűjtő rendszerét is, egy járdafelújítás és egy új aszfaltos réteg fog kerülni az útra. Október elején végérvényesen elkészült az utca. A vízelvezető rendszer felújítását az előv, az út felújítását az önkormányzat költségvetéséből készítették. Ez a projekt magába foglalta a csapadékvízelvezetést, ami tartalmazza most a házakból lejövő csapadékvíznek a rendszerbe való bekötését. Egy járdafelújítás készült, és a Garai utca ezen része egy teljesen új aszfalt szőnyeget kapott. A lakosság megértő volt, és ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy türelmesen és fegyelmezetten fordultak a kivitelezés ideje alatt itt a lezárások felé. Az út az 250 méter hosszban lett felújítva, és egy kiszélesítés történt, így most az útnak a szélessége 5,5 méterre bővült. Mindez azt jelenti, hogy kényelmesen elfér egymás mellett majd két autó. A beruházáshoz kapcsolódóan 17 parkolóhelyet alakított ki az önkormányzat a temető közelében. Valóban a városi közlekedés szempontjából fontos a Garai utca, hiszen a városi köztemető megközelítését szolgálja, és hát a műszaki állapota az hát hagyott némi kívánnivalót maga után. Ugye a ciklus elején bekerült a város cselekvési programjába, hogy ezt a szakaszt szeretnénk lehetőségek szerint megvalósítani. Sikerült, hiszen mintegy 250 folyóméter hosszban sikerült a Garai utcában egy járdarekonstrukciót végrehajtani, csapadékvíz elvezetést kiépíteni zárt rendszer technológiával, illetve ezen a szakaszon megújítottuk a teljes aszfaltszőnyeget egy 5,5 méter szélességben, és emellett 17 új parkoló került kialakításra. Úgy gondolom, hogy ez a szakasz ez méltán megérett a felújításra, és egy kultúrát rendezett közlekedés biztosít majd a városi köztemető környékén. Természetesen a város mintegy 32 kilométer útjának az állapotát is folyamatosan szemmel tartottuk az elmúlt 5 esztendőben. A Lajvér utcában sikerült egy közel 400 méteres szakaszt felújítanunk az elmúlt 5 esztendőben. A Baros utcában sikerült egy kritikus szakaszt felújítani. Emellett a folyamatos kátyúzásokat, illetve betonutak javítását is elvégeztük. Biztos, hogy van még olyan útszakasz, amit meg kell oldani, gondolok én a Deák utcára vagy a Herman ér utcára, amelyek állapotán javítani kell, az elkövetkező időszak feladata lesz ez. Ugye ez a beruházás ez kötődött valamilyen szempontból a városi köztemetőben zajló munkálatokhoz is, hiszen ott is a belső szervizutak felújítását ütemezett módon megkezdtük a ciklus elején. A munkának durván a 3/4 részével végeztünk is, ezzel is biztosítva a temetőn belüli közlekedés feltételeit, és hát egyéb temetői beruházásokat is végeztünk annak érdekében, hogy a temetkezési szolgáltatást a kegyeleti szabályok figyelembevételével a lehető legmagasabb minőségben el tudjuk végezni. Alapvetően egy településvezető tudja, hogy melyek azok a fontos pontok, ahol mindig jó állapotokat kell tartani, ez általában egy orvosi rendelő, illetve a temető környéke, hát erre ügyeltünk az elmúlt esztendőben.